Oké. Thank you.
Na mindegy, akkor szép napot, köszöntelek. Ennek a tesztnek az volt a lényege, hogy eredeti propellerre az MX Bux 5V drón hány percet tud teljesíteni fent a levegőbe, tehát úgy mondom, hogy egy használt akkumulátort, mondjuk úgy, hogy az akkumulátor az 50%-osan rossz, tehát úgy mondom, hogy már az új állagából 50%-ával használva, így tudom jobban elmagyarázni, és akkor az a lényeg benne, hogy ez az akkumulátor ez fel volt töltve 100-ra, és akkor majd a videóval meg kiszámoljuk körülbelül, hogy hány percet volt fent, mert a videót azt vágás nélkül fogom feltenni, és akkor ottan lehet látni, hogy hány percet volt fent a gép. Tehát akkor még egyszer elmondom, MX Bux 5V drón eredeti propellerrel, tehát minden eredeti rajta, tépőzárral van felerősítve egy Conceptronic akciókamera. Na így nagyjából elmondtam, és akkor csak addig használtam a drónt, vagy ezt a repülőeszközt, inkább mindegy. Szóval csak addig használtam, amíg besép volt, mert még tudna repülni, de nem reptetem tovább, mert az a lényeg, hogy biztonságba visszaérjen. Hát én szerintem. Na mindegy. Akkor erről ennyit, és akkor